Megkíséreltem múltamat egy fiók legmélyére süllyeszteni, de megrohantak a képek éjjel és nappal, egészen addig a pontig, amikor már aludni sem tudtam tőlük. Mivel képtelen voltam felejteni, elkezdtem visszaemlékezni és írni. Bebörtönzésemről Evinben, ebben a teheráni börtönben, mely szomorú hírnevét politikai foglyairól kapta, a kínzásokról, a fájdalomról és a halálról. Lassanként ismerem föl, hogy kötelességem tanúságot tenni az igazság nevében. Marina Nemát iráni keresztény. 16 évesen halálra ítélik, majd 1990-ben menekülnie kell hazájából, Iránból. Mára Marina férhez ment, két gyermek édesanyjaként tesz nekünk tanúságot. Szembesülve saját és hazája történetének igazságával megmutatja, hogy az igazság és a megbocsátás választása olyan erő, ami szabaddá tesz. They came for me on 1982. január 15-én tartóztattak le. 16 éves voltam. Otthon voltam, fürödni készültem éppen. Körülbelül este 9-10 óra volt, amikor csöngettek. Édesanyám szólt, és a hangszíne alapján tudtam, hogy valami nincs rendben. Ezután kinyitottam a fürdőszoba ajtaját, és két pisztoly szegeződött az arcomnak. Azt kérdezték tőlem, megijedtél? Nem. Ilyenkor az történik, hogy az ember egy sokkos állapotba kerül. A sokkos állapot olyan, mint egy páncélzat. Felveszi az ember, és az érzelmek attól kezdve nem érintik. Tehát nem éreztem félelmet. Apám és anyám sírtak, én pedig rájuk néztem, és ezt gondoltam. Miért sírtok? Nincs nagy baj. Csak letartóztatnak. Nem probléma. Minden rendben. A rendőrök beültettek egy autóba, és bevittek az Evin börtönbe, ami egy nagyon nagy politikai börtön Teherán északi részén. A Sah idejében épült a politikai foglyok számára. A Sah bukása után tervezték, hogy múzeummá alakítsák át, de ez nem valósult meg. Marina Nemát 1965. április 22-én született. Abban az időszakban Mohamed Reza Shah Pahlavi Irán sáhja. 1941-től uralkodik despotikus és nyugatbarát királyként. Valójában egy félelmetes politikai rendőrség, a szávák nyom el mindenkit, aki kritikus a Shah-hal és kormányával szemben. Letartóztatják, megkínozzák és kivégzik őket. Adjátok vissza az életemet című könyvében Marina Nemát ezt írja. A Shah a kőolajbevételeket kizárólag saját hasznára fordítja. Palotákat épített és pompás fogadásokat ad. 4 hónappal a születésem előtt Hassan Ali-e Mansur miniszterelnököt meggyilkolják az iszlám fundamentalista vezető, Khomeini Ayatollah hívei, akik teokratikus síta rendszert akarnak bevezetni Iránban. A Shah önkényuralmi rendszerével szembeni vallási ellenállás következtében Khomeini Ayatollah 1964-ben számizetésbe kényszerül. Ugyanakkor a propaganda, amelyet külföldről továbbra is kifejt a Shah ellen, az iráni társadalomban egyre kedvezőbb visszhangra talál. Amikor Iránban nevelkedtem, egy középosztálybeli családban éltem.
Édesapám társastánc tanár volt, muzulmán párokat tanított tangót táncolni. Édesanyám fodrász volt, és az volt a munkája, hogy a nőket csinossá tegye. A sah idejében soha nem éreztem magam másnak, amiért keresztény vagyok. Amikor megszülettem, a miniszoknya volt a divat, és a muzulmán többségű nők 90%-a miniszoknyát és szűk pólót hordott az utcán is. Több vallás is volt Iránban, 98% muzulmán, a maradék 2% pedig zoroasztriánus, keresztény, bahaj vagy zsidó, és volt egy nagy örmény és asszír közösség is. Én egy zoroasztriánus lány gimnáziumba jártam. A zoroasztrizmus egy szép vallás. Ez volt a perzsák hite az arabok 7. századi támadása előtt. Az ő iskolájukba jártam, mert ez közel volt az otthonomhoz, a katolikus iskola pedig nagyon messze. Gyerekkorában Marina a családjával és barátaival minden nyarat a Kaszpi-tenger partján fekvő kisvárosban, Gazianban lévő nyaralóban töltött. Azzal töltöttem a 2 hónapot, hogy bicikliztem, fürödtem a tengerben és játszottam a többi gyerekkel. Szabad voltam, mint a madár, csak enni és aludni jártam haza. Reggelente elmondtam a mi atyánkot, ahogy a nagyanyámtól tanultam. Amikor imádkoztam, egy hatalmas, mohával borított sziklára ültem. Ezt a különös helyet az imádság sziklájának neveztem. Sokat olvastam Jane Austen-től, Ernest Hemingway-től és C.S. Lewis-től, és sok perzsa verset is. Az iskolában tanultunk angolul. A tévében nyugati műsorokat néztünk. Orvosnak készültem. A nők Iránban eldönthették, milyen hivatást választanak. Vagyis adott volt az egyenlőség férfi és nő között. Ha egy nő szerette volna hordani a hidzsábot, megtehette, és ha nem akarta hordani, nem kötelezték rá. Ebben az értelemben megvoltak a személyes szabadságjogok Iránban. '78 nyarán hazatértünk a faházunkból. A nyár csodálatosan telt, és egy tank parkolt az ajtónk előtt. Először azt hittük, filmet forgatnak, de nem film volt, hanem a valóság. Valóban, bizonyos ideje a sah rendszer elleni tömeges tüntetések tartják izgalomban az országot. Így Mohamed Reza sah hadiállapotot hirdet. 1978 őszén sztrájkok bénítják meg Iránt, különösen az ország kőolajiparát. A félelem hétről hétre nőtt. Bezárták az iskolákat, a falakat jelmondatok borították el. Halál a sahra, éljen Komejni. Senki nem tudta, mit hoz a jövő. Az utca megtelt haragos tüntetőkkel, akik szabadságért és demokráciáért kiáltottak. Az ablakomból néztem ezt. 13 éves voltam, túl fiatal ahhoz, hogy kint legyek. Mindezek nyomán pár hónap múlva a sah elhagyta az országot. Valóban, 1979. január 16-án a nép rákényszeríti a sahot, hogy lemondjon a hatalomról és számüzetésbe vonuljon. Khomeini ajatollah ezután 1979. február 1-én visszatér számüzetéséből. Teheránban diadalmas fogadtatásban részesül. Iszlám nemzeti köztársaságot épít ki, ami antikapitalista, anticionista és antiimperialista. Jogrendjét a sharia ihleti.
Szeretném hangsúlyozni, hogy abban az időben az iszlamizmus teljesen új keletű volt. Itt nem az iszlám vallásra, hanem az iszlámra, mint politikai mozgalomra gondolok. 1978-79-ben Khomeini gyakorlatilag egy új iszlámágat alkotott, amely inkább politikai, mint vallási jellegű. Akkoriban az irániak nagy részének, de különösképpen a vidékieknek, akik alig tudtak írni vagy olvasni, a vallás egy életmód volt. És Khomeini ajatollah ügyesen szólította meg az írástudatlanokat, és annyira jól használta eközben a vallás szókészletét, hogy amikor a szélső jobboldaliak és a szélső baloldaliak szembesültek ezzel, így gondolkoztak. Támogatnunk kell Khomeinit. Össze kell fogjunk mindnyájan, és ha majd megszabadultunk a sahtól, majd csak találunk egy utat, amin elindulhatunk a szabadság és a demokrácia felé. Ezért voltak az utcákon, hogy támogassák Khomeinit, és kiköveteljék az iszlám köztársaságot. Hiszen Khomeini azt mondta az embereknek, hogy egy iszlám köztársaság demokratikus társadalmi rendet biztosítana. Az emberek pedig hittek neki, mert Isten emberének mondta magát, és úgy gondolkodtak, hogy nem hazudhat, hiszen Isten embere. február 19-én Khomeini Irán teljhatalmú, spirituális vezetőjévé válik. Mindenki hisz egy szebb jövőben és a demokráciában. Mégis a 79-80-as iskola évben úgy éreztem, az ország egyre mélyebbre süllyed egyfajta műveltségellenességben. Mindenhol jelek mutatkoztak. Mindig vannak jelek, csak figyelmen kívül hagyjuk őket. Először a könyvek vonultak illegalitásba. Bármilyen angol vagy más nyelven írt könyv betiltva. A táncot is betiltották. Az apámnak be kellett zárni a tánc stúdióját és elmennie gyári munkásnak. Az anyámnak pedig be kellett zárni a szépségszalonját, nem volt több munkája. És letartóztathattak, ha nem volt kendő a fejeden, vagy ha nem hordtál bősötét színű ruhát. A fiúk nem lehettek együtt lányokkal, mert letartóztathatták őket. Lassacskán nem csak a forradalommal nyert szabadságjogainkat, hanem személyes szabadságunkat is elvesztettük. Az iskola, mely egykor a világ legjobb helye volt számomra, pokollá vált. Tárgyukban képzetlen, fiatal fanatikusok váltották fel egyenként tanáraink nagy részét. Idejük nagy részét az iszlám kormányhoz hű propagandával töltötték, hirdetve, hogy az iszlám harcban áll a nyugat befolyása és a korrupció ellen. Napról napra éreztem, amint a harag és a frusztráció növekszik bennem. Az 1980-as év végén, amikor körülnéztünk, azt láttuk, már semmi sem maradt. január 15-én Marinát az evini börtönbe zárják. Állandó izzadság és hányás szag tölti be a végtelen folyosókat. Egy rémálom. Rikoltozás, kiáltások és korbácsütések hangja szűrődik felém. Bekötötték a szememet, bekötik mindenki szemét. És kérem, ügyeljenek arra, hogy jelen időt használok. Evin ma is működő börtön, most is, amikor mi beszélgetünk, 6000-en raboskodnak ott.
Ez nem történelem, ez a ma valósága. Egy kihallgató elé visznek. Meggyőződésem, hogy nincs semmi okuk, hogy megkínozzanak. Nem rejtegetek semmit, ami nekik hasznos lehetne, és nem tartozom egyetlen politikai csoporthoz sem. Kérdéseket tett föl. Tettél bármit is a kormány ellen? Írtál kormány ellenes cikkeket? 16 éves voltam, és a nagyanyám, aki egy jó asszony volt, és mindig elvitt a templomba, megtanított, hogy ha nem akarok bajba keveredni, mindig az igazságot kell mondanom. Így hát az igazat mondtam. Igen, írtam kormányellenes cikkeket. És valóban így volt. Aztán azt kérdezte tőlem, részt vettél tüntetéseken is? Azt feleltem, igen, részt vettem tüntetéseken. Nem volt titok, részt vettem a kerületem tüntetésein. És minden felvonuláson, amin részt vettem, és igen sokon ott voltam, megtámadtak minket a forradalmi őrök. Lőtték a tömeget. A könnygáz használata teljesen általános volt. Sokakat megvertek. Mi ennek ellenére kitartóan tüntettünk, a probléma az, hogy a világ ezt nem hallotta. Hiszen abban az időben még nem volt internet, nem volt YouTube, nem volt mobiltelefon sem. Tehát a világ nem látta, hogy minden külföldi újságírót kiutasítottak Iránból. Irán egy nagy börtönné változott. ...1980. szeptemberétől kezdve ráadásul Irán hadban állt Irakkal. Minden hadrafogható férfit a haza védelmére szólítanak. A kormányzat úgy érvel, hogy aki mártírrá lesz, a lehető legbiztosabban és leggyorsabban jut a paradicsomba. A háborút a jó nevében vívtuk a rossz ellen. Az evini börtönben ez időtájt hétköznapi gyakorlat volt a kínzás. A rabok 99%-át megkínozták, és sokukat nagyon súlyosan. Addig tartott, míg úgy látták, hogy az áldozat megtört, és akik túl sok ellenállást mutattak, őket kivégezték. Ezt élte át Marina. Megkínozták, és 16 évesen halálra ítélték. Ám a kivégzési jelén, amikor négy másik fiatallal együtt Poznákhoz kötözik, hirtelen odarohan hozzá börtönőre Ali, és elviszi Marinát a kivégző osztag elől. Ali ugyanis Komenia ajatollahtól kieszközölte a kegyelmet. A halálos ítéletet életfogytiglanig tartó börtönbüntetésre változtatta. Mi történt velem? Miért ragadott ki Ali a kivégző osztag karmai közül? Egy szót sem értettem. Nem tehettem mást, mint imádkoztam. Könyörögtem Istenhez, hogy mentsem meg. Vagy 100 fiatal lányjal tettek egy cellába, többségük 20 évesen volt még. Ebben az épületben a SA idején 5-6 rab volt egy cellában. Amikor én oda kerültem, 50-en, 60-an, sőt 70-en voltunk minden kis cellában. 300 emberre jutott egy vécé. A börtönélet gyakorlatilag abból állt, hogy a vécére álltunk sorba. Ez idő alatt a hangos bemondókról neveket soroltak. Mindannyiszor 5-10 nevet. Sokukat azért hívtak, hogy kínozni vigyék őket, vagy nem is láttuk őket soha többé, mert kivégezték őket. A szobának reggel 7-re ragyognia kellett. Thank you.
Nagyon megrettentem, hogy az egész életemet Evinben kell töltenem. Szüntelenül Andréra gondoltam, akit a templomból ismertem. Mikor szembenéztem a halállal, onnantól kezdve azt is tudtam, hogy szerelmes vagyok belé. Ő volt az egyedüli reményem, miatta tartottam ki. ...1982. május 1-én a cellámból 5 lányt visznek kivégzésre. Üvölthettem, üthettem a fejem a falba, de semmi sem menthette meg őket. A nap folyamán senki sem szólt egy szót sem. Úgy tartottuk a csendet, mintha annak életmentő és csodatevő ereje lenne. Imádkoztunk. Mintegy 6 hónappal a letartóztatásom után hivattak. Ott volt a vallatom. Ali volt az. Teljesen nyíltan megmondta, hogy mit akar. Azt mondta, ide figyelj, halálra ítéltek. Ezt az ítéletet én életfogytig tartó szabadságvesztésre változtattam. Itt fogod leélni az életed. Vagyis azt akarom, hogy házasodjunk össze, és gyere hozzám feleségül. Ha ezt nem teszed meg, akkor letartóztattatom anyád, apád és a kedvesed. Világos? Világos volt. Korábban veszélynek tettem ki a szüleimet és Andrét. Mindent meg kellett tennem, amit csak megtehettem, hogy megvédjem őket. Semmilyen út nem volt a menekülésre. Azt mondtam, rendben, elfogadom a házasságot, mindent megteszek, amit kérsz, csak hogy a családomat ne tartóztasd le. Így lettem a felesége, és megkértem, hogy helyezzenek külön cellába, mivel nem tudtam volna a börtönbéli barátnőim szemébe nézni. Mit is mondhattam volna a barátnőimnek? Hogy előző éjjel lefeküdtem a börtönőrömmel? Nem hiszem. Ez az a fajta szégyen, amit nem szeretnék hordozni. Ha megerőszakolnak, mire lehetünk büszkék? Semmire. A házasság miatt át kellett térnem az iszlámra. Amikor hajnalban visszatértem a cellámba, az áruló szó visszhangzott a fejemben. Gyűlölni fognak a szüleim, André, az atyák, a barátaim. És te, uram, te is gyűlölsz? Nem, nem hiszem. Ki vagyok én, hogy tudhatnám, mit is gondoljak? A halál nem akart engem. Jézust megkínozták, és iszonyatos fájdalmak között halt meg. Nem volt szükség arra, hogy előtte magyarázkodjak. Tudta. Ez a férfi néhány kurta óra erejéig szabaddá tett, hogy meglátogathassuk a családját. És én úgy mentem oda, hogy meg voltam győződve édesanyja gonoszságáról. És akkor megláttam egy aprócska asszonyt, aki megölelt és a konyhába tessékelt. Egy pillanat alatt mindent kitett elém az asztalra, ami csak a hűtőben volt. Így szólt. Egyen, hiszen látszik, hogy ki van éhezve. Emberként kezelt, és hála ennek az asszonynak hónapok óta először emberi lénynek éreztem magam. És ki volt ez az asszony? Egy pribék édesanyja. Elmesélte, hogy Ali, a férjem és a hóhérom, a Sa uralma idején 3 évig volt Evin börtönében politikai fogolyként. Ez idő alatt rettenetesen megkínozták. Ez mindent más megvilágításba helyezett számomra.
Sok időm volt, hogy erről gondolkodjak börtönbéli magányomban, és megértettem, hogy Ali helyzete egyik napról a másikra változott meg. Kitört a forradalom, kiengedték, és ebben a pillanatban valaki vasrudat nyomott a kezébe, és így szólt: állj bosszút! És igent mondott erre. És ha valaki börtönőr ma, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna tegnap, vagy ne lenne a holnap áldozata. Ott ültem tehát magamban az Evini börtönben, és rájöttem, hogy egy nap az én esetemben is fordul majd a kocka. Evinben megkínoztak, megerőszakoltak, rám kényszerítették az iszlámot, a nevemet is meg kellett változtatnom. Nem maradt semmim, ha jól megnézzük. Semmim. Ám mindennek ellenére és mindezen túl, mégis a választás megmarad. Vagy bosszúszomjasan vadul rárontok a többiekre, vagy nemet mondok. És én úgy döntöttem, hogy én nemet mondok, jöjjön bármi is, aminek jönnie kell. És megértettem, hogy az igazságosság és a bosszú között nagy különbség van. A bosszú azonnali, gyors és pusztító. Az igazságosságnak idő kell. Egy életre szól, és nagyon nagy türelmet követel. Egy ellenzéki csoport tette el láb alól azt a férfit, akihez hozzá kellett mennem, és a családja küzdött a kiszabadulásomért. Amikor a teheráni ügyész egy másik őrhöz akart hozzáadni feleségül, ellenálltak. Azt mondták, nem, hazajön. Latba vetették befolyásukat, és letartóztatásom után 2 év, 2 hónap és 12 nappal kihoztak a börtönből. március 24-án szabadultam az Evini börtönből. Amikor egy elítélt szabadult, a családja a börtöntől 2 kilométerre levő parkban várhatta. Nem tudtam, hogy mit is mondhatnék a szüleimnek. Azt kérdeztem magamtól, hogy miként is találnék szavakat ahhoz, hogy mesélni tudjak. Ott ültem az asztalnál a szüleimmel, a családommal, néhány barátommal és a kedvesemmel, Andréval. 2 év, 2 hónap és 12 nap. Ennyi időt voltam távol, de a vacsora alatt az időjárásról beszélgettek. Azután egyszer csak rájuk néztem, és azt gondoltam, jó ötlet az időjárásról beszélni, sokkal egyszerűbb erről beszélgetni, mint a kínzásról, vagy hogy megerőszakoltak, vagy amikor a legjobb barátait halnak meg. Ha úgy teszünk, mintha mi sem történt volna, akkor lehet, hogy mindez el is tűnik. Én magam, a családom, de azt hiszem, hogy az egész iráni nép, sokat játszottunk, és sokan még most is játsszuk a felejtés játékát. Ha nem ismerjük el, hogy valami nincs rendben, nem vagyunk érte felelősek. Senki nem akar felelősséget vállalni. Így aztán marad minden a régiben, mind a mai napig. Miután kijöttem a börtönből, elmentem a templomba, gyóntam. Összeházasodtam a kedvesemmel. Ez az iszlám szemszögéből nézve végképp elítélt, mivel aki egyszer áttér az iszlámra, nem fordulhat többé vissza. Tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy ez a házasság a halálos ítélettel lehet egyenértékű, de már semmi sem számított, csak hogy saját magammal összhangban éljek. Hozzámentem a férfihoz, akit szerettem, akkor is, ha így megint börtön várhatott rám, és az életemet tettem kockára.
1990-ben menekültünk el Iránból. Először Spanyolországba mentünk, majd Magyarországon keresztül Kanadába. 20 éven, csaknem 20 éven keresztül azon voltam, hogy rendes kerékvágásba kerüljek. Alkottam magamnak egy személyiséget, egy hétköznapi kanadai nőjét, ami egy hatalmas hazugság volt. Hihetetlen, hogy a múlt mindig utolér. Elhoztuk a szüleimet Kanadába. Édesanyám rákos beteg lett. Ott ültem a kórházi ágyán, és annyira szerettem volna megkérdezni tőle, hogy miért nem tett fel semmilyen kérdést a börtönről. Tudniillik, erre soha nem került sor. De képtelen voltam erre, mivel láttam, hogy szenved, és nem szerettem volna, hogy emiatt még jobban szenvedjen. Meghalt, és amikor a temetés után édesapám a szemembe nézett, csak ennyit mondott. Marina, édesanyád halála előtt megbocsátott neked. Tudtam, hogy ezzel azt szeretné mondani, hogy megbocsátott nekem amiatt, amiért bebörtönöztek, és hogy ezzel annyi szenvedést okoztam a családnak. És ekkor értettem meg, hogy valami tényleg nagyon nem stimmel. Elég abból, hogy hazudok magamnak és a környezetemnek. El kell kezdenem megélni igazán azt, aki vagyok, még ha ezt egyáltalán nem is szeretem. Így hát nekiálltam írni, és úgy döntöttem, hogy magamra veszem a tanúságtétel kötelezettségét. Az egyetlen módja, hogy megtaláljam az értelmét annak a ténynek, hogy élek, az az, hogy igaz vagyok abban, amit tennem kell. És ez pedig az, hogy emlékezek. Napjaimban Marina Németh és férje André Torontóban élnek, és két gyermek szülei. Marina a világot járja, hogy tanúságot tegyen az igazságról és a megbocsátás erejéről. Ha nem bocsátottam volna meg, lehetetlen lenne tanúságot tennem. A harag és a gyűlölet két erősen negatív érzelem, mely megkötözi az embert. Aki telve van haraggal és gyűlölettel, nem tehet tanúbizonyságot. Megbocsátottam mindazoknak, akik bármilyen módon ellenem cselekedtek, de nincs hatalmamban megbocsátani, amit másokkal tettek. Ez nem áll módomban. A két ember, aki engem kínzott és rosszat tett velem, már halott. De ha például Ali élne még, követelném, hogy bíróság elé álljon. Nem azért, amit ellenem tett, de szeretném, hogy bíróság elé álljon, mert mindenkinek, aki miatta szenvedett, joga van erről tanúbizonyságot tenni úgy, ahogy ő akar, ahogyan ő választott. A megbocsátás útja néha hosszúra nyúlik, néha egy egész életre szükség van hozzá. ...2010 óta számos arab ország élet belső változásokat, utcai forradalmak nyomán. A demokráciáért és a javak igazságos elosztásáért tüntetnek, ami lehetővé teszi az élet és munkakörülmények javulását, valamint az emberi méltóság helyreállítását. Sok diktátort kényszerítettek, hogy mondjon le a hatalomról. Ezt nevezzük arab tavasznak. Amit ma arab tavasznak neveznek, igazából nem az. Ez egy mozgalom, ami az iráni forradalommal kezdődött.
Hogyha egymás mellé tesszük, ami Iránban és a Sahal és Egyiptomban Hosni Mubarakkal történt, a hasonlóság rögtön szembe tűnik. 30 éve egy mozgalom kezdetét vette Iránban, ami ma egyre terjed. A nyugati kormányok által támogatott diktatúrák elbuktak, ami elkerülhetetlen. A diktatúrák elbuknak, mert alapjaikban romlottak. De vajon minden forradalom a demokráciához vezet? Nem. És nagyon naív lenne azt gondolni, hogy az iszlám és az iszlamizmus közötti különbség és az ezáltal létrejött problémák megértése nélkül segíthetünk a Közel-Kelet demokratizálódásában. Ezt az új iszlám politikába bújtatott iszlám fundamentalista eszmét nevezem iszlamizmusnak, mely erőre először Khomeini ajatollah alatt kapott. Hiszem, hogy ami bebizonyosodott Iránban, és nem csak Iránban, hanem Szaúd-Arábiában, Afganisztánban és Pakisztánban, és számos más országban is, tehát ha összemossák a politikát és a vallást, vagyis ha a vallást törvényként, elnyomó eszközként használják, hogy egy csoport hatalmaskodhasson egy másikon, az nem működhet. Hiszen a végeredmény egy elnyomó és egy elnyomott lesz. Iránban Khomeini gondolatai fantasztikusak voltak. Mindenkinek szabadságot és demokráciát ígért, de a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy ez nem működik. Miért? Mert megosztja a világot mi ránk és rájuk. Nem oszthatott fel a világot két csoportra, hogy demokráciát teremts. Ez nem működhet. Azt hiszem, Irán olyasféle leckét tanult meg, amire remélem, hogy a világ többi része is figyelmes lesz. És remélem, hogy az irániaknak végre lesz lehetőségük, hogy tanuljanak ebből a leckéből, hogy egy olyan rendszert alkossanak, ami nem a vallásra épül, hanem minden vallást, népet és etnikai csoportot tiszteletben tart. Ebben a hónapban imádkozzunk a közel-keleti országok jövőjéért, és különösképpen az összes itt élő keresztényért, hogy legyen bátorságuk és erejük életüket adni az igazságosságért és az igazságért. A hónap igéje János evangéliuma 12. fejezetének 24. verse. Jézus ezt mondta: Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.